Budapesten és Pest megyén kívül Fejér megyében van most a legtöbb regisztrált koronavírussal fertőzött beteg, 39, hogy ez a szám ne növekedjen jelentősen. A Székesfehérvár polgármestere egy felhívást tett közzé a Facebookon, most Skype-on kapcsoljuk Cserpakovics Andrást, Székesfehérvár Fideszes polgármesterét. Üdvözlöm, jó estét kívánok, polgármester! Jó estét kívánok! Ugye tegnapról már a 24-ről 39-re, azaz 62%-kal nőtt a Fehér megyében a fertőzöttek száma. Mit lehet tudni előjáróban a betegekről, hol kezelik őket és milyen állapotban vannak? Azért is éreztük fontosnak, hogy ma polgármesterként én is megszólalja kifejezetten ismételten az otthon maradás mellett buzdítva is kérve az embereket erre, mert egyik napról a másikra valóban jelentősen megnőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, 24-ről 39-re, ez nyilván nem a székesfehérvári adatokat jelenti, hiszen a településre lebontott adatokat nem ismerünk, erről tájékoztatást nem kapunk, viszont a megyei adatokat igen, és értelemszerűen nagy valószínűséggel elmondhatjuk, hogy ezeknek a betegeknek a jelentős részét a vidék egyik legnagyobb kórházában, a Szentgyörgy kórházban, tehát itt Székesfehérváron kezelik, és fontosnak tartottuk azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy eddig nagyon-nagyon szépen sikerült, ahogy látom, az országban is, és itt helyi szinten is betartani az alapvető szabályokat, és megérteni azt, a kérést, aztán persze egy kis jogszabály alátámasztott elvárást is, hogy ha lehet, akkor maradjunk otthon, és csak akkor is úgy menjünk el otthonról, amely feltétlenül lesz szükséges. De mintha most a jó idő okán érdemesnek mutatkozna újra felhívni ennek a fontosságára a figyelmet, főleg ha egyik napról a másikra ilyen jelentős változás van. Tehát nem tudjuk a pontos fehérvári számokat, a megyei számokat, adatokat ismerjük, és nagy valószínűséggel ők a kórházunkban vannak. A kórházzal egyébként nyilván folyamatos a kapcsolatunk, magunk is tudunk, akkor bármiben segítünk a kórháznak, és azt látjuk, hogy ezt a segítséget az állam részéről is folyamatosan a kórház megkapja. Egy fantasztikus személyi állományjal dolgozik a kórházunk, biztos, hogy ezt a feladatot is meg fogják tudni oldani. De fontos az ő védelmük és az ő munkájuk érdekében is az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lassítani, lassítani, lassítani kell a járványt. Ehhez viszont az otthon tartózkodás kell, vagy ha ki kell mozdulnunk akkor sem mindegy, hogy mennyi idő alatt, milyen eszközzel, hogyan tesszük ezt, erre szerettem volna ma fölhívni a figyelmet. Egyébként a visszajelzések alapján ez találkozik az emberek véleményével, egyértelműen az jelenik meg a kommentekbe, a hozzáfűzött mondani valóba, hogy az emberek ezekkel egyetértenek, magukkal, a kormányzati és önkormányzati lépésekkel is, és egymástól is azt várják el, egymástól is azt kérik, hogy ezeket a szabályokat mindenki tartsa be. Ez az általános érvényű felhívás elegendő, vagy esetleg konkrét intézkedéseket is tervez annak érdekében, hogy valóban Székesfehérváron ne robbanjon be a járvány. Nyilván azt gondolom, hogy felelős önkormányzatként követjük az operatív törzs ajánlásait, illetve a kormány döntéseit. Ezt tettük az elmúlt hetekben is. Ezen azt gondolom, hogy sikerült is azt az eredményt elérni, hogy a közterületi jelenlét az jelentősen csökkent. Valójában igazán az üzletek környékén van még zsúfoltság, illetve azt látjuk, hogy amikor kicsit javul az idő, akkor sokan kezdik el a közterületeket használni, azokon a helyeken, ahol lehet egy kicsit futni, lehet egy kicsit sétálni. Mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szabályokat érdemes betartani. Emellett arra, hogy az önkormányzat itt van, és ha bárkinek az ellátásában kell segítséget nyújtani, akkor nyilván törvényi kötelezettségből és erkölcsi kötelezettségből is kiemelten az időseknek ezt megteszi az önkormányzat. Egyébként már jóval több mint 500 idősnek nyújtunk valamilyen ellátásban nyújtott szolgáltatást, de emellett más korosztályokból származó rászorulóknak is szívesen segítünk, kérjük, hogy keressék az önkormányzatot, nem kell elmenni bevásáról, nem kell elmenni gyógyszerért, vagy éppen nap, napi melegételhez is hozzá lehet jutni az önkénteseink segítségével, az önkormányzat támogatásából, tehát kérjük mindenkit, hogy keressenek bennünket, mindenben segítséget nyújtunk, ami ahhoz szükséges, hogy aki azt megteheti, az most ebben az időszakban otthon maradjon. úr, ugye az önkormányzatok hozzájárul Hozzájárulását, tehát pénzbeli hozzájárulását is kéri a kormányzat a koronavírus járvány elleni védekezéshez. Ugye számos önkormányzat emelte fel a hangját a rendelet ellen. Önnek mi a meglátása? Hogyan csoportosítják át a meglévő forrásaikat, vagy van -e esetleg bármilyen extra mozgósítható keretük? Először is fontos rögzíteni ezt is, ebbe a mai Facebook posztba jeleztem, hogy persze nagyon fontosak ezek a kérdések, de valójában másodlagosak. A legfontosabb az ember és az ember egészsége, és ebben egy összefogás kell állam és önkormányzatok között, és természetesen az állam, amelyik a legnagyobb feladatot és felelősséget viszi a járványügyben, illetve a védekezésben, egy állami adót most úgy döntött, hogy magánál tart, és ennek a megosztását most nem adja oda az önkormányzatoknak, remélhetőleg ez majd jövőben újra ide kerül, de most ebben a helyzetben szerintem a védekezésre kell fordítani a forrásokat, a munkahely megőrzésre, a szociális és családtámogatásoknak a bővítésére és ehhez azt gondolom, hogy jó célokra használja föl az önkormányzati forrásokat is a kormányzat. És azért hozzá kell tenni, hogy például a parkolással kapcsolatban annak ingyenesétételét Székesfélvár önkormányzat a más vidéki önkormányzatokkal együtt egyébként már március közepén meghoztanálunk, március 21-e óta ingyenes a ingyenesek parkolás, pont azért, mert azt kérjük az emberektől, hogyha mindenképpen el kell otthonról menniük, akkor lehet azt most ne tömegközlekedéssel tegyék, és ebből kifolyólag valamit kellett adnunk a másik oldalon, ami nekik segítség, ez volt az ingyenes parkolás. Tehát nem, mi nem vártuk meg azt, hogy a kormány erről döntsön, azért van egy felelős önkormányzat, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni mi magunk is. Ezt megtettük, számolva természetesen, hogy lesz egy bevételkiesés. Körülbelül egyébként 5-600 millió forintos bevételkiesés jelent ez, illetve a gépjárműadó. Nyilván ez, ezt meg kell birkoznunk, nem könnyű, de azért nem is lehetetlen feladat, azért több mint 25 milliárd a saját bevételünk, több mint 67 milliárd a költségvetési főösszeg, tehát ezek azért kezelhető összegek, még akkor is, ha látszik, hogy bizony a gazdaságnak is nehézségei vannak, ezért nagyon fontos, hogy a munkahely megőrzést és támogatási rendszer tudja az állam és egy önkormányzat is kialakítani, nem elfelejtve, hogy több mint 30 ezer nem fehérvárinak is munkát adunk Székesfehérváron, őróluk is kell gondoskodnunk, és ez a legfontosabb mai elérhető cél, hogy minél több munkahelyet meg tudjuk őrizni. Ebben az állam azt gondolom, hogy nagyon korrekt és konkrét döntéseket hoz, ma egy bank, nagyon komoly döntéseket jelentedve, és az önkormányzatoknak is hozzá kell tenniük a magukét, de nem ellenségként, hanem szövetségesként kezelve az államot. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.